Kiderült, melyek lettek a Balatoni borrégió legjobb borai. A Balatoni Szövetség idén is megrendezte a Balatoni borok versenyét, amelyre a Balatoni borrégió mind a 6 borvidékéről érkeztek minták. A díjátadó ünnepségen a borászokat Mihály Jeromos, a Tihanyi Apátság szerzetes közösségének előjárója, valamint Tósoki Imre, Tihany polgármestere köszöntötte. Nevezni csak olyan borokkal lehetett, melyek helyi vagy borvidéki versenyen korábban arany vagy ezüst minősítést érdemeltek ki. Milyen hagyományokra épül ez a patinás verseny? Ugye több mint másfél évtizede már meghirdetik. Igen, egy hosszabb szünet után 2009-ben indítottuk újra ezt a borversenyt. Az egész régióra terjedt ki, vagyis nagyon nagy a merítés, és nagyon színes a beérkező mintáknak a minősége, és pont ez benne a szép, hogy egy ilyen nagyon széles mintaválasztékból lehet választani ki a legjobb vörösbort, a legjobb fehérbort, rozébort, desszertbort, illetve gyöngyözőbort vagy pezsgőt. Milyen szempontok alapján történik az elbírálása a boroknak? 100 pontos bírálórendszerbe bírálnak a bírálók, és elektronikus bírálat volt idén már második alkalom, amit nagyon megszerettek. Könnyű volt megszokni, és nagyon meg is szerették a bírálók ezt az elektronikus rendszert. A borokat kedvelő közönség hol találhat bővebb információt arról, hogy milyen borok versenyeztek idén? Készült egy nagyon szép színvonalas eredménykatalógus a borversenyünkről, ami a Balatoni Szövetség honlapján megtalálható. A jelleg szerinti megoszlásban a fehér borok voltak jelentős többségben. A Balatoni borrégió legjobb fehér bora címet 2019-ben a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2016-os évjáratú Badacsonyi olasz rizlingje nyerte. Nagy örömünkre szolgál ez a kitüntető cím, egy Badacsonyi olasz Riesling 2016-ból az a bor, amivel ezt a rangos díjat elvihetjük idén. Mit érdemes tudni erről a különleges olasz Rieslingről? Jól beérett szőlőből tudtuk készíteni ezt a bort 2016-ban. Igyekeztünk odafigyelni rá lehetőségeinkhez képest. Ezek szerint úgy néz ki, hogy ez valamennyire sikerült. Egy évet volt fahordóban, egy éve palackban van már, és hát ebben a formájában kóstolhatjuk, és kóstolhatták a bírák is a borversenyen. Szintén a verseny fődíjas bora lett, és a Balatoni borrégió legjobb pezsgője 2019 címet érdemelte ki a Garamvári szőlőbirtok pezsgője. A 2014-es évjáratú Prestige Brut nevű pezsgőnk kapta ezt a díjat. Ez egy Pinot Noir szőlőből készített fehér pezsgő, tehát egy Blanc de Noir pezsgőről van szó. Brut stílusú, ahogy a neve is mutatja, elég száraz, de kellemes, behizelgő stílusú pezsgőről van szó. Milyen egyéb különlegességei vannak az önök szőlőbirtokának? Ez egy két lábon álló cég, egy budafoki pezsgős pince és egy balatonlellei szőlőbirtok tartozik a cégbe. 85 hektáron művelünk szőlőt a Balaton déli partján, és ebből egyrészt csendes borokat készítünk, másrészt tradicionális, tehát champagne technológiával készült pezsgőket. A verseny fődíjas borai lettek továbbá. A Balatoni borrégió legjobb vörösbora 2019-ben a Bujdosó pincészet Kokas Merló 2015 bora lett. A Balatoni borrégió legjobb rozébora 2019-ben a Rádvin Kft. Rádpuszta Pinot Noir Rosé 2018 bora. A legjobb desszertbor 2019-ben a Bujdosó pincészet Aranyhíd Sárga Muskotály 2018 bora lett. A Balatoni Szövetség szempontjából miért fontosak ezek a rendezvények, és miért lényegesek a minősítések? A Balatoni Szövetség több ilyen minősítőrendszert is felállított, a kék hullámzászló strandminősítést, vagy az év balatoni házát, vagy éppen itt, ahol most vagyunk, itt a Balatoni Borok versenyét. Rendkívül fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt a Balaton térségében a fejlesztések, a gasztronómiai szolgáltatások egyre magasabb szinten vannak, és egyre fontosabb számunkra, szolgáltatók számára, üzemeltetők számára, hogy minél inkább az üzenet jusson el a vendéghez, az üzenet jusson el a fogyasztóhoz, hogy itt dolgozó szakemberek igenis jó munkát végeznek. Lássák, hogy nagyon sok jó borász van. Lássák, hogy hihetetlenül nagyot fejlődött a borászat, és ez a gasztronómia, a turizmus, a turisztika szempontjából egy vezető ágazattá vált.
Tehát, és ezen keresztül, ezeken a rendezvényeken keresztül is próbáljuk ennek a hírét vinni, próbáljuk a fogyasztók felé is eljuttatni ezt az üzenetet, hogy gyere a Balatonra, hisz nagyon jó borokat találsz, nagyon jó strandokat találsz, hogy jól érzed magadat, hihetetlenül jó millióben, jó környezetben élheted meg azok pár napot, amit itt töltesz, és ez így együtt, ez jelenti azt, amiért érdemes a Balatonhoz ellátogatni. A mai versenyre, illetve a mai díjkiosztóra mind a 6 borrégió borra nevezett, és értékelték ezeket a borokat. Ön elégedett a résztvevők számával? Igen, már csak azért is elégedett vagyok, mert ide mindenki nem nevezhetett, aki nevezni akart, ha csak olyanok, akik egy megmérettetésen, egy előző minősítési rendszeren eredményeket értek el, tehát arany vagy ezüst minősítést kaptak. És hogyha így nézzük, hogy már előtte volt egy ilyen, úgymond verseny, előtte volt egy olyan rendezvény, ahol kiszűrték a gyengébeket, és ide tényleg csak a legjobb borászok nevezhettek, a legjobb borokat nevezhették, akkor úgy gondolom, hogy ez a szám, ez egy óriási, és arról nem is beszélve, hogy számunkra azért fontos ez a rendezvény, mert az egész borrégiót összefogja. Ez az egyetlen ilyen borászati verseny, egy borverseny, ami egyben az egész régiónak az értékét meg tudja mutatni. A Balatoni Szövetség idén 17. alkalommal rendezte meg a Balatoni Borok versenyét, melyre 42 termelő nevezett összesen 156 bormintával. A verseny szakmai partnere a Balatonfüred Szőlős Hegyközség tanács volt, a bírálók között borászok, szakírók, egyetemi tanárok is képviseltették magukat. A borversenynek azért van nagy jelentősége, mert informálja a termelőt arról, hogy éppen adott pillanatban az ő bora az milyen fejlettségi szinten áll, és összehasonlítja másik termelőknek a borával, összevetés történik. Nagyon sokszor azt mondják, hogy ez az összevetés szubjektív. A bor kóstolás és a bor fogyasztás, a bor ízlés az szubjektív. A borbírálat az mindig objektív eredményt ad. Nagyon nagy örömteli dolog, hogy a benevezett borok között rengeteg volt az olasz rizling. Az olasz rizlingért meg kell küzdeni az utóbbi évtizedben. Vannak, akik a nevét szerették volna megváltoztatni. Szerintem nem kell az olasz rizling nevét megváltoztatni. Ezzel a névvel is gyönyörűen szerepel. Az aranyérmes borok közül 9 olasz rizling volt a 41-ből, ami itt szerepelt, és egy nagy aranyérmes is olasz rizling volt. Visszaszerzi a becsületét ez a szőlőfajta, és egy nagyon jó fogyasztható bort lehet belőle előállítani. Egy másik dolog, hogy a borászatok és a borászok nagyon jól lekövetik a fogyasztóknak az ízlésvilágát is. Gyöngyöző borok megjelentek, és nagyon szép eredményt értek el. Rozé borok nagyon gyönyörűen mutatták magukat, és kecsegtetnek fantasztikus illat, íz, gyümölcs, aromavilágukkal, és hívogatni fogják a fogyasztókat. A díjátadó ünnepséget a Tihanyi Rege cukrászdában tartották.